Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás vagyok, és itt vagyunk újra a Hunger Life Esha Asztálylon. Yeah! Ezt a videót a Zenebba támogatta. Ha olcsó játékokat keresel, akkor ez egy tökéletes weboldalra. Steam, Origin, Epic Games, mindenféle játékot megtalálsz itt. Havi szintű eventek és különleges ajánlatok jelentősen olcsóbban. És több megbízható fizetési mód. Ha bármi tetszik, akkor nyugodtan használd a leírásban lévő linket, és ezzel minket is támogatsz. Köszönjük szépen! Na, srácok, a mai videóban látjátok itt az inventory-mat. Fogalmazunk úgy, hogy vettünk pár Halloween case-t, amit ma ki fogunk nyitni. Nem azt mondom, hogy mindet, de jó sokat kinyitunk belőle szerintem. Ugye már toltunk egy live-ot itt HL-en, ott kinyitottunk már, hát kérlek szépen, 122 darab Halloween case-t. Ugye itt van ez az 500 darabos Halloween case achievement, erre rá fogunk feküdni, 200 000 PP-t fizet. De előtte mit szólnátok, hogyha még vinnénk egy kicsit a küldit, ugyanis nekem még maradt. Elég most ilyen hajót kéne szállítsak vagy mi. Hát szerintem motorra fog oda elmenni, mert azt ott tudom hagyni. Aha, Palaminóból kell. Látjátok, ott van a hajó. Palaminóból elveg el kell oda mögé szállítani előtt, úgyhogy ezzel kicsit haladok ezzel a küldivel. Így csinálgatjuk, ugye ez elég hosszú küldisorozat. Hát egyik nem fizetett túl jól, meg állítok nem is fog annyira túl jól fizetni, de úgy vagyok vele, hogy megcsináljuk, mert miért ne. Legalábbis haladunk vele, nem most fejezzük be, haladunk vele. Aztán nyitjuk a ládákat, úgyhogy let's go. Oké, elveg ide le kell jönni, nézzük. Kíváncsi vagyok, ezt a motort most sem is itt kell, hogy hagyjam. Ugye, hogy ezt beáldozzuk. Most vagy a kis csónak, vagy a nagy. Aha, fel kell törni. El kell lopni a hajót, oda nézzetek, úgy, mint a kocsit egyszer. Ugye szerintem ez kell szelszámos láda, arra figyeljetek, bár nem biztos. Aha, sikesen feltörtet, bum, bele is rak, oh yes. Innen már be is tudjuk indítani. Oké, és akkor srácok, most oda el kell szállítani. Itt szépen kimegyünk, aztán balra, és akkor úgy ott végig. Hát ez most egy nagyobb utazás, de let's go akkor. Later. Ma érkezünk is, szerintem mit kell kikötni, srácok, az lenne logikus. Hát remélem, hogy itt elég, vagy nem tudom. És elvileg most csak leadjuk a csávónak. Gyakorlatilag mindjárt ki fog derülni. Szépen fel, annyi, hogy ugye nem lesz fuvarunk. Ettől félek én, na nézzük. Meghoztam a hajót, azaz. Oké, kaptunk. Ez az egy Halloween kész. Féltek, ez megérte. Ez egyelőre megérte, plusz egy Halloween kész, nagyon jó. Oké, nézzük a kövi munkát. Ja, fiam, most akkor valóra váltatod egy régi vágyamat. Valami vitorlás. Micsoda? Vidd a vitorlást az öreg halásznak. Jesus, bro. És az a hajó itt maradt, amit loptam. Nem, baszki. Ez az most oda, hogy megyek el, bro? A little later. Hopp, itt is van Tom Harrison, gyerekek, megoldjuk a kosba. Na, érkezünk is elvileg. Segítek, mert meg Tom Harrison az ilyen fuvarozások, bál Istennek. Aha, ez lesz az, oda nézzetek, nagy vitorlás. Ja, hogy, aha, értem. Akkor viszont nem lehet rámászni, akkor... csak rá kell kattintani. Ja, jó van. Akkor nyomjuk. Öcsém, ezt megtartatnám magamnak is amúgy. Na jó, gondolom most akkor oda... Visszamegyünk. Ja, hát ez, ja, nagy utazás, úgyhogy let's go. Later. Na, megérkezünk is. Reméljük, hogy nem lesz egy gond a hídnál, de mindjárt kiderül. Oké, kicsit féltem, hogy valami lesz, de ezt megoldották szerencsére. Ja, féltek, úgy, hogy kikötünk ide. Aztán, lássuk akkor. Tom Harrison már itt van, nézzük, mit kapunk ezért, srácok. Kiváló munka, kicsit pihenj meg, aztán gyere vissza, mindig ez a megpihenés, bro. Végülkész! Fihetek, azért ez megéri, tehát... végülkész, ezért küldél, megérte. Nézzük, mi a kövi. Van egy spéci csali receptem a horgázathoz, hoz nekem alapanyagot, 30 dubincsot. Fogni kell 30 halat? Bro. Na jó, tudjátok mit? Ezt akkor meghagyjuk későbbre, majd live-ba folytatjuk a videóba. Nem tudom, hogy most hazamegyünk, és akkor nyitunk még kést. Úgyhogy srácok, az MT hangerőt most levesszük, mert sajnos copyrightos a zene, és figyeljetek, akkor nyomjuk szerintem, mit szóltok ez? Kinyitjuk a kést is, utoljára, de nyitunk pár Halloween kést is, na let's go. Ugye továbbra is a töknek örülnénk. Limit, meg is nézzük. Kérlek szépen. Ó, ne! Kiították mind az összes 5000-eset. Ó, bro. Akkor már csak ilyen 1000-esével lehet nyitni. Nem, be ez is jó.
ugye továbbra is pályázunk az IRL nyereményekre, ugye minél több tököt beváltasz, esélyed van nyerni IRL cuccokat, a HL Facebook oldal meg tudjátok nézni, és 10.000 PP, bro, ez az, az nem rossz, na jó van akkor, oh yes, ez jól indul, srácok, a 10.000 PP, ez nagyon jó. Képzeljétek el, hogy én már nyitottam 100.000-et itt az event során, és Ábel is. Szóval összesen már 200.000-et kinyitottunk, hát hátha bead megint egyet, meg ugye van 250.000 is most már, az a legnagyobb pak. Chatten írták mutka, hogy sokan nyitottak, hát nézzük. Nézzük, hátha nekünk is beadja, bár kétlem. És nyitunk egy 5 darab tököt rip. Az nem túl jó sajnos, de jobb, mint a kulcs tartó. És lássuk a kövit. Na nézzük, egyben végkőkész, gyerekek. Adnám, adna végkőkész, meg ilyenek. Amit nagyon nem akarok, kulcs tartó. 200 kg-os szép, meg ja, azok nem nagyon kellenének. Hát meg, hát ja, 10 darab tök. Jó, nem olyan rossz ez, nem olyan rossz ez, elmegy. És nyitunk egy... Íj, majdnem egy M8, gyerekek, jó lett volna. Azt ki tudtuk van sorsolni, de rip, 5 tök. Még a fegyver áll is jobb lett volna amúgy, na mindegy. És nyitunk egy... Jó, klót kész, az jó. Van bár, ez már a harmadik lesz, de ez heti 3000 PP, srácok. Az achievement miatt, úgyhogy ezt... nyugodt szívvel elfogadjuk, már 3 hétre előre megvan nekünk a kész. Itt látjátok, már 3 hétre megvan előre nekünk a kész, 3 darab. Jó, nem baj, gyűjtjük. Let's go next. Ajaj. Megint cloud case, bro. What the fuck, bro. Hát jó van, én adom. Elrakjuk. És túl sok a szendvics, és 5 darab tök rip. Van még 11 darab. Jó, párat még kinyitunk, utána kinyitjuk a vehicle case-t is, megnézzük, hogy ebből mi jön, és meglátjuk. Oké, 100.000 egyből, már lett a 250, hát nem mondom, elég jól, most kinyitnánk 200.000-et, vagy 250.000-et, fú, basszus, akkor dőlne tovább a késznyitás. Nyitunk egy... ez az 50 tök, bro! Ilyet még nem is nyitottunk, 50 darabot. Nice! Van már nálam 178 plusz, már be is váltottam NPC-re, majd elvisszük ezt is. Beváltjuk a végén. Lássuk a következőt. Na hát ez jó. GGVP. Sandwich. Ki itta volna. Szóval nyitunk most. Ne... Jó, ez az tök lesz. Jó, 25 tök. Az is jó. A 25-50 az nagyon jó. Még a 10 is azt mondom, hogy fasza. Az 5 az egy kicsit ilyen low budget-es, de nem baj. Na, úgyhogy ez jó. 25 tök. És nyitunk egy... 100.000-en túl, és 5 tök. Á, geci. Jó, nem baj. Jó, tudjátok, még kettőt kinyitunk, és akkor marad még 5 darab. Az majd még live-ba kinyitjuk, meg még veszünk hozzá nyilván. Lássuk. Ott van egyből 100.000 ismét. De sajnos valószínűleg úgysem az lesz. És nem. Szemvics lesz, én már látom. Ja. Úristen, micsoda, azt hittem beadja az 5000-et, bro. Még nem adhatja be, de nagyon elhittem, gyerekek, át, rip. Jó, hát végül is 5 lett csak 3-0 nélkül. Jó, figyeljetek, maradt még 5, ezt meghagyjuk vasárnapra, illetve veszünk majd még a 79.000 PP-ből hozzá, úgyhogy gyertek majd. De akkor most nézzük a vehicle-kész, lássuk. Ha valami olyan autót nyitunk ebből, ami már nekünk megvan, azt egyből ki fogom sorsolni nektek live-ba. Úgyhogy imádkozzuk. Ugye most vannak új kocsik. Aha, például azt hiszem az új Ferrari, bár nem biztos most így. De, hát nyilván azért lehet, hogy megtartanánk, de nézzük, mit nyitunk. Ne kulcs tartó, édes Istenem, jó van, gratulálok. Jó, hát figyeljetek, ezek jöttek most sajnos. Mit szerintek az, hogy elugranánk a temetőbe, megnézzük, hogy mit lehet venni most az NPC-nél. Be is váltjuk gyorsan a tököket, úgyhogy... Úgyhogy let's go da, go. Amiért oda mennék a temetőbe, megpörgetjük ezt a cuccot, mindig elfelejtem. Ezt naponta meg tudjuk pörgetni, és innen is lehet készeket kapni, meg minden. Lássuk most, mit kapunk. Hát fix kártya. Jó, az nem rossz, az jó. Az jól tud jönni. Jó. Pörget a csávó, nézzük, hogy mit kap. Lássuk. És a csávó kap egy... ilyen cukorkát, az nem olyan rossz. Na jó, let's go. Ugye ez egy nagyon fontos hely. Még elvileg már nem lehet. Mi ezeket a ruhákat is meg lehetne venni? Na várjatok. Lássuk akkor. Először is beváltjuk a tököt. Boom. 898 tök. Aha. Lehetne venni
Ja nem, nem elérhető, bocsánat, 500 kg a szél nem elérhető, igen. Ugye este 8-kor szokott, ó, ezek az autók nagyon jó lenne. Este 8-kor szokott ugye resetálódni, ruhát lehetne, de az engem őszintén annyira nem érdekel. És nézzétek, nem elérhető globál limit. Szóval szerintem ez soha többet most már. Ez elfogyott szerintem sajnos. Szóval ez már resetelődik, bár nem tudom, majd kiderül. De hát, ja, tudnánk helikoptert venni. Tudnánk egy darab Mavericket venni? Á, nem, egyelőre még nem. Nem, mert nem tudjuk, mit nyitunk a készekbe. Ha nyitunk pár ezres tököt, akkor van esélyünk ugye nyerni. Nyereményt, talán. Legaljáról, vagy valami, úgyhogy, ja. Egyelőre még nem veszünk semmit így tökből, csak gyűjtjük. Mi a fasz? Azt még egyszerre van, ugyanúgy van a összetörve, vágod? Jó, ez az enyém, beszarok. Lol. Nagyon srácok, szerintem ennyi volt ez a kis epizód mára, nyitottunk készeket, meg hallottunk kicsit a küldivel. Ajánlom mindenkinek, hogy gyertek, csináljátok tényleg, tehát baszó nyereményeket tudtok nyerni. Meg tudjátok nézni HL Facebook oldalán, ha kell valami, akkor igazából akár haverokkal ugye gyűjtitek a tököket, és akkor... És hát akkor az egyik ötök tud nyerni, és max itt eladja, tehát most nyertek egy iPhone 15-ben, ezek fél millió forint, eladod 400 ezerért, ezt ketté osztjátok a pénzt, az gazdagok vagytok, bro. Úgyhogy srácok, köszi a figyelmet, ha tetszett, iratkozzatok fel, döbbetek a lájkot, és várjátok a kövő részeket. Holnap este 7-től live, ott Tali, nyitjuk a készeket, sorsalunk, meg ilyenek. Úgyhogy mindenkit várunk. Na, szevasztok!